A június 25-én tartott testületi ülésen a Központi Választási Bizottság további 1180 képviselőjelöltet regisztrált a július 21-i előrehozott parlamenti választásokon. Ezek közül 841 képviselő indul egyéni választási körzetekben, 339 pedig országos pártlistás választókörzetben. Az egyéni választási körzetekben induló 841 képviselőjelölt közül 612 valamelyik párt színeiben indul, 229 pedig egyéni jelölt. Testületi ülésen közel 30 képviselő jelöltségének elutasítására, valamint 9 képviselő jelöltségének visszavonására is sor került. Ezzel az előrehozott parlamenti választásokon az egyéni választási körzetekben induló képviselők száma elérte a 3172, az országos pártlistás körzetben indulóké pedig a 2674 főt. A július 21-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokra közel 6000 képviselő jelöltette magát. 3000-nél is többen indulnak egyéni választási körzetekben, valamint több mint 2500 pártlistás jelöltként. 24 párt nyújtotta be jelöltjei listáját, 3 párt jelentkezését a bizottság elutasította. A jelöltek 22,5%-a nő, 77,5%-a férfi. Korszerinti csoportosítást illetően a legidősebb jelölt 82 éves, a legfiatalabb pedig 21. A képviselőjelöltek 91,5%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A fennmaradt 8,5% csak középfokú vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik. A jelöltek regisztrációs iratainak jelentős része a regisztrációra kijelölt határidőhöz közeli, illetve az utolsó napon érkezett be a Központi Választási Bizottsághoz. Ezért azoknak feldolgozása némi időt vett igénybe, ám június 25-én sikerült befejezni a jelöltek regisztrálását.